Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban terítékre kerül a véradás témaköre. Megnézzük, hogy hogyan alakulnak ki a barátságok, és ellátogatunk az Eplényi síarénába. Tartsanak velünk! Naponta 1200 véradóra lenne szükség a biztonságos férkészlet fenntartásához. A koronavírus járvány idején megcsappant a véradók száma, pedig most is szükség lenne a segítségre. A vérünk életeket menthet. A Magyar Vöröskereszt Fejér megyei szervezete is folyamatosan szervez véradásokat, hogy a hazai biztonságos vérellátás biztosítva legyen. A tapasztalat azonban az, hogy a véradók száma visszaesett a vírus megjelenése óta. Azt azonban fontos tudni, a véradás helyszínei most is biztonságosak. Biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a véradóinkat a lehető legjobban megkíméljük attól, hogy ezt a vírust elkapják. Ennek érdekében már amikor megérkeznek ők a véradónak a helyszínére, mielőtt belépnének, már egy megállító táblával találkoznak, amit el kell olvasni, mert azon több kritérium is fel van sorolva, hogy milyen esetben nem léphet be a véradásnak a helyszínére. Tapasztalt-e köhögést, lázat, egyháztartásban éle covidos beteggel, volt-e külföldön az elmúlt hónapban? Többek között ezeket a kérdéseket teszik fel azoknak, akik vért szeretnének adni. Amennyiben egészségesnek bizonyul a véradó, megtörténik a hőmérőzés, de a másfél méteres távolság betartása természetesen ekkor is kötelező. A Magyar Vöröskereszt Fejér megyei szervezete mindenkit arra buzdít, aki egészségesnek érzi magát és megteheti, adjon vért, hogy ezzel hozzájáruljon a biztonságos vérkészlet fenntartásához. Naponta olyan 1200 véradóra lenne szükség országos szinten. Természetesen megvan az éves tervünk, ami alapján dolgozunk, és megpróbáljuk hozni azt a véradó számot, ami egy Fejér megyei területről úgymond várható lenne. Most jelen pillanatban még azt tapasztaljuk, hogy ezen még dolgoznunk kell. Legközelebb január 8-án szerveznek véradást Fejér megyében, Nagy Lókra várják pénteken a segítőket. A képernyőn látható elérhetőségen pedig bárki, bármikor nyomon követheti a véradások helyszínét és időpontját. Ehhez kapcsolódva a megyei igazgató elmondta, a napokban köszönthették azt a véradót, aki már 75-ször segítette vérével az arra rászoruló embertársait. Hogyan alakulnak ki a barátságok? Már kiskorban igaz barátokra lelhetünk, vagy komolyabb tapasztalat kell ehhez? Erről beszélgettünk Dorotovics Miléna pszichológussal. Köszöntöm Önöket, mai vendégem Dorotovics Miléna pszichológus, akivel ezúttal a barátságról fogunk beszélgetni. Szervusz! Szia! Hát egy nagyon érdekes kérdés, hogy mikortól beszélhetünk barátságról, mikortól kezdünk el barátkozni. Melyik az az életkor, amikor már úgy, hogy tényleg ugye a gyerekek már akár bölcsibe vagy óviba mondják valakiről, hogy a barátom, de mitől lesz valaki mondjuk gyerekkorban a barátunk? Hát igen, ez attól függ, hogy mit nevezünk barátságnak. Hogy a barátságnak milyen jellemzőit nevezzük annak, hogy barátság. A bölcsödében még egy ilyen egymás melletti, a térbeli közelség adja meg a barátságot, ott még nem mi választjuk ki a barátunkat, hanem a térbeli közelség, aki ott ül mellettünk, és itt és most játszunk vele, inkább párhuzamosan játszunk vele, tehát abban az életkorban még ez jelentheti a barátságot, vagy a társas kapcsolódásnak a kezdeti fokát. Óvodáskorban már van kapcsolódás, már van igény arra, hogy a másikkal kooperációba együttműködve játszunk. Itt már van egy együttjátszás öröme is, de még itt sem alakul ki ez az önállóság a gyermekekben. Itt még kell a felnőtt szerepe, hogy ezek a barátságok ki
kialakuljanak és fennmaradjanak. Nincs még meg az empátia, nincs még meg a kezdeményezés, elfogadásnak az a készsége, kompromisszumkészségben még nem jó, konfliktuskezelésben is segíteni kell nekik, illetve ahogy a társas készségek alakulnak, ebben a korban még nagyon fontos a felnőtteknek a szerepe, mert utánzásos tanulással tanulják meg ezeket a dolgokat, tehát a felnőttekre felnéznek és magukba szívják a társas kapcsolatoknak ezt a dinamikáját. De azért én azt gondolnám, hogy óvodában már ugye megvannak a vonzalmak, hogy valakihez jobban vonzódunk, valakihez kevésbé. Tehát, hogy ez alapozza meg a barátságot, vagy inkább a közös érdeklődés, vagy mi az, ami a gyerekeket egymás felé vonza? Hát a társas kapcsolatokban, mint minden készségben, a legfontosabb az akkor a anya-gyerekkori kapcsolat. Ott nagyon sok minden el tud dőlni, tehát ez egy nagyon fontos alap ahhoz, hogy később egy gyermek kezdeményező legyen. Ez alatt azt értem, hogy a szülő, vagy a gondozó, vagy az édesanya mennyire válaszkész a gyermeknek, a csecsemőnek a jelzéseire. Tehát amíg egy éves korig a bizalom, a biztonság, a hozzáférhetősége a szülőnek, ez mind testileg, tehát testi kontaktus, testi szükségletek kielégítése, illetve az érzelmi ráhangolódás, hogy megfelelő időben, megfelelő módon válaszoljunk a gyermek jelzéseire, ez neki pozitív, ez neki egy jutalmazó érzés, tehát úgy éli meg, hogy ez egy pozitív kapcsolat, leválik az anyáról, úgymond, tehát kialakul a kis én tudata, külön válik az anyától, a szimbiózis elindul, és ez nagyon fontos abban, hogy később is ő merészen és kezdeményezően álljon később a környezet felé. Tehát, hogyha a gyermek otthon egy jó bizalmi kontaktusban van, főleg az anyával, de nyilván az apával, tehát igen, a családban, akkor a könnyebben is fog barátkozni? Igen, nagyon fontos a családi minta, nagyon fontos a szülőknek a hozzáállása. Tehát, hogyha egy olyan családról beszélünk, ahol szűk mondjuk a baráti kör, nem nagyon vannak családon kívüli programok, zárkózottabb, visszahúzódó a család, ott nem válik természetessé a gyermeknek az, hogy ő is kezdeményezzen és barátkozzon. Tehát a társas készségeknek a fejlődéséhez nagyon fontos, hogy szocializációs terepet biztosítsunk a gyermeknek. Ez eleinte a rokonok bevonása már, mert különbözőképpen játszunk a gyerekkel, különbözőképpen beszélünk hozzá, már a szókincse máshoz fog bővülni, illetve játszóházak, játszóterek, külön órák, sportolás, ahol kipróbálhatja magát más terepeken is a gyermek. Igen, de egyébként azért vannak olyan, tehát vannak embertípusok is, nem? Tehát valaki nyitottabb, igen, alapvetően, tehát mondjuk genetikailag olyan dolgokat hordoz, amitől, és esetleg a családja is egy nyitottabb család, és sok barátjuk van. Meg vannak zárkozottabb gyerekek, tehát én ismerek olyat, aki úgy nőtt fel, hogy az édesanyjának óriási baráti társasága volt, szinte minden héten összejövetelek voltak náluk, és ő maga pedig hiába nőtt így fel, egy sokkal zárkózottabb, sokkal jobban megválogatta a barátait. Tehát ugye egy egész más típusú ember lett belőle. Igen, természetesen egyedi temperamentummal, egyedi érzékenységi és aktivitási szinttel és szükséglettel születünk. Amit mondtam az előbb, ezek a hatások, ezek segítik azt, hogy a gyermek társas készségei fejlődjenek, de a meglévő szinthez, tehát az ő tudása, az ő képességéhez, és igen, lehet egy aktív, határozott családban egy visszahúzódó, gátlásosabb gyerkőc, tehát hogy ez előfordulhat, de mégis azzal ő nagyon sokat nyer, hogy ilyen szülőkkel van. Tehát, hogy... Számít az, hogy hány barátunk van? Ez attól függ. Kisiskolás korban a barátkozás az inkább a csoportban elfoglalt hely. Ott a versengés, a teljesítmény, a saját magam bemérése, hogy az én képességeim és teljesítményeim hogy állnak. Ott ez a fontos a barátkozásban. Felsőben már kezd alakulni az, hogy érdeklődési kör mentén, főleg a nemek szerint, tehát a lányok a lányokkal, a fiúkkal kezdenek barátkozni, erkölcsi elvek mentén. Tehát ott már egy kicsit komolyodik úgy az intimitás, és hát serdülőkorra ugye egész olyan szintű lesz ez az érzelmi támaszigény a barátkozásban, hogy a kortársak véleményének a hatása az erősebb is lesz, mint a felnőtteké. Tehát, hogy ugye ezt szokták a serdülőszülők mondani, hogy már hiába mondom, nem hallgat meg, ez természetes folyamat, hisz fontosabb a barátok véleménye, mint a szülőké. Máshogy barátkoznak-e a fiúk és a lányok? Vagy máshogy keresnek-e barátokat? Nem tudom, hogy erre van-e valami tapasztalat, vagy a pszichológia mit mond erről? Érdeklődés mentén válogatnak, tehát a közös hobbi, a közös
Csak arra gondolok, hogy például a lányok talán érzelmesebbek, mint a fiúk, vagy ez csak kívülről tűnik úgy? Ez valószínűleg csak kívülről tűnik úgy. A fiúk is megélik ugyanígy a barátkozásokba az intimitást és a segítést, az odafigyelést, csak nyilván ezt mi másképp látjuk kívülről, mint a lányoknál. Az biztos, hogy a lányoknál van egy erősebb késztetés a duál, tehát a kettes barátságokra. Ezért is van sokszor kisiskoláskorban az, hogy ha bejön egy harmadik, akkor a kiközösítés nagyon hamar átélik a lányzók, mert még nem tudják elképzelni azt, hogyha te és én jó barátok vagyunk, akkor az a harmadik miért akar ide jönni. A fiúknál ilyen kevésbé van. Igen, ők közösségibe. Ők el tudják fogadni azt, hogyha... Nincs féltékenység bennük igen, talán. Tehát annyira nem jön ez elő. Az, hogy egy barátság életre szóló lesz-e, az vajon mitől függ? Az is kicsit olyan, nem akarom nyilván nagyon nagy párhuzamot vonni, de talán ahhoz egy kicsit több kell, mint ahogy a szerelemhez is nyilván nem akarom úgy hasonlítani, csak hogy valami különlegesebb lelki kapcsolódás szükséges egy élethosszig tartom. Vannak olyan barátok, akik mondjuk évekig nem találkoznak, és nem róják fel egymásnak, mert más fele vitte az útjuk őket, és aztán összetalálkoznak, és ugyanott folytatják, ahol abba hagyták. Nem egy ilyet ismerek. Igen. Hát ez főként a serdülőkorban kialakult barátságokból tud lenni ilyen szoros barátság. Nyilván kell hozzá egy hasonló hullámhoz, ahogy mondod, egy energetikai rezgés, hogy több éven át nem tartva a kapcsolatot is ugyanott vesszük fel a fonalat. Igen, vannak ilyenek, de ezek mögött azért vannak közös élmények, olyan közös serdülőkori, kamaszkori élmények, amik nagyon meghatározóak mind a két egyén számára, és emiatt a közös titok, közös események, közös élmények hatására marad meg egy biztos pont a másik felé, ami az idő nem tudja lerombolni. Meg ugye a kisgyerekkorra visszatérve, akkor beszéltünk róla, hogy egy kicsit a barátságot tanítani kell, illetve tanulnia kell. Tehát akkor ez egy ilyen, kicsit ilyen tanult képesség is, hogy hogyan barátkozunk, hogyan építünk fel egy kapcsolatot jól. Igen, ezt lehet tanulni is, nyilván kellenek készségek hozzá. Vannak olyan gyerkőcök, akiknek kicsit a viselkedés szabályozása, az alkalmazkodó képessége új helyzetekhez gyengébb, kicsit rugalmatlanabbul tudnak hozzáállni az ilyen helyzetekhez, nekik intenzívebb segítségre van nyilván szükség, de természetesen ezt felnőtt korban is tanulják még az emberek, tehát a kompromisszumkészséget, konfliktuskezelést, az empátiát, tehát minden olyat, ami egy barátsághoz kell, hogy működjön, hogy az érdekeimet úgy érvényesítsem, hogy közben a másikat nem hátráltatom. Ezek mind fontosak, tanulhatóak. Ja. Ugye itt a kamaszkori szóba került, azt mondják, hogy ugye szülőként is az ember azt tapasztalja, hogy ezekkel a játékokkal, kütyükkel, mindenféle internetes kommunikációs eszközökkel kicsit ugye meg is változott a barátok vagy fiatalok közötti kommunikáció. Ez mennyiben érhető tetten? Tehát, hogy azért a barátság az ma is ugyanaz, mint régen? Vagy te ezt hogyan látod, hogyan tapasztalod? Én úgy gondolom, hogy a barátság kialakításához szükséges motiváció az ugyanúgy benne van a gyerekekben. Tehát az igény arra, hogy legyen egy érzelmi támaszunk, egy intim barátunk, az igény ugyanúgy megvan rá. A formája, tehát a tartalma az ugyanaz, a formája változik, igen. Sokszor láthatjuk azt, hogy szünetekben a gyerekek mobiltelefonon beszélgetnek, és közben egymás mellett állnak, tehát hogy sajnos van ilyen. Az online kapcsolatfelvétel az sokban szerintem segítheti is, illetve hátráltathatja is ezt a kommunikációt. Segítheti, mert elérhetünk olyan embereket, akik a világ túlsó végén laknak. Nekem is van ilyen ismerősöm, hogy nem tudnám vele tartani a kapcsolatot, hogyha nem lenne ez a technikai megoldás. Viszont mivel ezek javarészt írott, illetve ilyen különböző emojis, ikonos, amiknek a jelentése nem biztos, hogy a fogadó és az adó között ugyanazt jelentheti, és a félreértések ezek azért nagyban előfordulhatnak. Hogyha valaki például azt látja a gyermekén, hogy sokszor van egyedül, esetleg nincsenek barátai, vagy nagyon kevés, vagy ritkán barátkozik, esetleg még az osztályban sincs annyira a közösségben benne, akkor a szülőnek van-e felelőssége, vagy tegyen-e valamit azért, vagy hagyja, hiszen a gyermek ilyen típus, és akkor majd ő eligazodik a saját közegében. Mi a jó?
Hát ez attól függ, hogy milyen életkorról beszélünk. Nyilván a kisiskolás, tehát alsó tagozatban mindenféleképpen jó, hogyha van egy kis segítés. Ez nem biztos, hogy konkrét segítés, mármint úgy, hogy beavatkozás, akár a pedagógus felé, vagy az iskola felé. Ez lehet, hogy csak egy beszélgetés a gyermekkel, vagy egy mese felolvasása, a témáról való közös vitázás, hogy mégis hogyan lehet barátkozni, vagy egyáltalán ez gondot okoz-e neki, azt mindenféleképpen, de belenyúlni, illetve erőltetni, azt nem gondolnám, hogy az kellene. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmüket, találkozunk legközelebb is egy újabb érdekes témával. A napokban igazi téli időjárás köszöntött ránk. A téli sportok szerelmeseinek érdemes most sílécre vagy deszkára pattanni. Stábunk az Eplényi síarénában járt. Hogy hívnak? Néda Csanád. Néda Csanád. És hány éves vagy? 6. Mióta síjelsz? 5 hónap. És te is tesóval együtt tanultál meg síelni? Nem, de Alma nénivel. Miért szeret síelni? Miért szereted a telet, a havat? Mert abban lehet csúszkálni, és sokat lehet gyorsan menni. Sokan nem szeretik a hideget, ennek ellenére én mégis azt mondom, hogy végre valahára megérkezett a téli havas időjárás, ide Eplénybe legalábbis mindenképpen, ahol Holle anyu azt gondolom alaposan megrázta a Dunnát. Ennek örömére ellátogattunk az Eplényi síarénába, hogy egy kicsit szétnézzünk a téli sportok kedvelői örömére. Bátor Balást kérdezem a síaréna kommunikációsát, hogy hogyan készültek fel a szezonra, hogy tudtak rásegíteni egy kicsit Holle anyu tevékenységére. Biztosak voltunk benne, hogy meg fog érkezni a hideg a hétvégén, úgyhogy abszolút nem ért minket felkészületlenül. Nagyon reménykedtünk abban a hajnal folyamán, az éjszaka folyamán, hogy tudunk majd hóágyúzni, de sajnos a meteorológiai helyzet az olyan volt, hogy nem sikerült, rettenetesen el voltunk keseredve, de akkor aztán egyszer csak Holle anyu meggondolta magát, és elkezdte rettenetesen rázni azt a bizonyos Dunnát. Úgyhogy a reggelre egy ilyen jó 5-7 centi hó esett, most szerintem olyan 15 centinél tarthatunk, úgyhogy hát mit mondhatnék, megérkezett hozzánk a tél. Mióta készülnek a szezonra? Szeptember eleje óta készülünk a szezonra, mint minden évben. Kicsit nehézkesen indult ugye az ismert dolgok járványa, a gyakorlatilag nyárias téli időjárás miatt, de most úgy tűnik, hogy ez a helyzet ez meg fog oldódni. Mire készülnek a későbbiekben, amennyit erről mondani lehet egyáltalán sejteni erről? Hát nagyon messzire nem szeretnénk tekinteni, mert folyamatosan változnak egyrészt a jogszabályi környezetek, másrészt nyilván az időjárás, de az elkövetkező pár nappal kapcsolatban határozottan az a tervünk, hogy sikerül majd hóágyúznunk, és ennek eredményeképpen meg tudunk nyitni további pályákat. A következő megnyitandó pálya az az A7-es pálya lesz, ez ugye az A1-es főpálya után a második legfontosabb pályánk. Itt utaltunk ugye többször is már a pandémiára. Milyen szabályozások mellett látogathatják az ideérkezők a síarénát? A legfontosabb az, hogy a kormány mindenkori járványügyi előírásait mi is betartjuk, és mi is betartatjuk mindenkivel, úgy a vendégekkel, mint az alkalmazottakkal, illetve a saját hatáskörben hozott szabályaink pedig azok, hogy a sportoláson kívül gyakorlatilag mindig kell viselni az arcot eltakaró maszkot vagy csősállat. A felvonókon is kötelező, tehát ott is a kesztyűt és a maszkot viselni kell. Bármivel is sípályán vagyunk, ez olyan nagy problémát nem okoz az embereknek. Külön fertőtlenítünk természetesen minden felületet. A kollégák, akik kapcsolatba kerülhetnek a vendégekkel, folyamatosan maszkot hordanak. A kölcsönzőben ugye alaphelyzetben csak egyszer fertőtlenítünk felszereléseket, de most visszahozatalkor és kiadáskor is fertőtlenítjük a felszereléseket.
működnek a vendéglátóegységeink, illetve némelyik vendéglátóegységünk működik, de a területen szigorúan tilos ételt és italt fogyasztani. Ezekhez, hogyha meg akarják enni és inni a vásárolt finomságokat, akkor ki kell menni a parkolóba és ott kell megenni. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy elkirándul akár a hétvége folyamán Eplénybe, hol tájékozódhat előre, honnan szerezhet információkat, mire érdemes ránézni? Igen, ebből sokszor van problémánk, hogy olyan oldalakra hivatkoznak az emberek, amik nem valós, fals, elavult, stb. Információkat közölnek. Tehát ezért mindenképpen azt kérjük, hogy a hivatalos csatornákon tájékozódjanak. Az egyik az a weboldalunk, a siarena.hu, a másik pedig ugye a Facebook és Instagram oldalunk. Ezen mindig minden friss információ felkerül. Az a kérésünk, hogy mindenképpen itt tájékozódjanak, illetve ugye van nekünk most, be kellett vezetnünk idén egy létszám limitet, ami egyébként dinamikusan változik a nyitva lévő pályák függvényében. A mai napon 1500 fő ez a limit, de annak függvényében, hogy tudunk pályákat kinyitni, ez a szám értelemszerűen emelkedni, vagy csökkenni fog rossz esetben, hogyha a pályákat kell bezárnunk. Emiatt, hogy biztosan bejusson mindenki az adott napon, amikor szeretne jönni síelni, javasoljuk a webshopban az online jegyvásárlást, hiszen a múlt év végén elindítottuk a webshopunkat is. Nagyon sokan indulnak el úgy Eplénybe, hogy kicsit szétnézek, megnézik a gyönyörű havastájat, mert ugye nem mindenhol adatik meg, hogy ilyen gyönyörű hóesés van, vagy egyáltalán havastáj. Esetleg megszánkóztatják a gyereket, lehet-e ilyet? Sajnos nem. Tehát az Intersport területén nem működik dedikált szánkópálya. Nagyon sokszor kérdezik tőlünk, hogy miért nem, és mikorra tervezzük. Évek óta napirendi ponton van ez nálunk, hogy legyen pályánk, szánkópályánk, de most nem mennék bele a körülményekben, nagyon sok gátló tényező van, ami miatt nem tudjuk megépíteni, és középtávon sem fog épülni szánkópálya. A sípályákon pedig szigorúan tilos és balesetveszélyes a szánkózás, úgyhogy nyomatékosan kérek mindenkit, hogy ezt ne is gondoljon arra, hogy sípályán fog szánkozni, rettenetes balesetek szoktak belőle születni. Szerencsére nálunk nem volt ilyen, de több magyar sípályán volt már ilyen baleset, és külföldön is rendszeresek az ilyen jellegű balesetek. A másik csoport, aki rendszeresen jön hozzánk, és egyébként nagyon nagy szeretettel fogadnánk őket, hogyha nem lenne ez a járványügyi helyzet, ők a kirándulók, a bakancsos turisták, ők rendszeresen felszeretnének menni a négyüléses felvonóval a hegyre nézelődni, hógolyózni, sétálni, bármit. Őket sajnos nem tudjuk felengedni, és ennek nagyon egyszerű oka van. A téli időszakban a felvonó, az ugye sífelvonóként üzemel, teljesen más működési körülmények jellemzőek ilyenkor rá, mint egyébként nyáron. Sokkal gyorsabban halad a felvonó, hiszen itt nem az a cél, hogy az ember nézelődjön, hanem hogy a lehető leghamarabb feljusson, és itt jön a nagyon komoly probléma, hogy amikor felér a kiszállóhoz, akkor ugye az havas és jeges, hiszen az elő van készítve, hogy a síelők azonnal ki tudjanak belőle csúszni. És ők ki is csúsznak, nincs is ebből probléma, viszont hogyha ott van egy bakancsos turista, aki nem tudja azonnal elhagyni az ülést, az ülés el fogja lökni, és rettentesen nagyokat lehet esni, tehát ezért nem engedjük ilyenkor a feljutást a bakancsos turistáknak. Egyébként jöhetnének nézelődni, hógolyózni, sétálni az erdőben, de mivel most sajnos járványhelyzet van, ezért őket sem engedjük be, úgy, ahogy a szánkósokat sem, hanem csak és kizárólag azokat, akik sportolni jönnek hozzánk. Milyen a pálya, hadd kérdezzem meg? A legjobbkor hangzik el ez a kérdés, fantasztikus. Ugye természetes hó van rajta, ez hatalmas ajándék, meg is ratrakolták reggel, úgyhogy nagyon jó. Ezt vártuk szerintem a szezon kezdete óta. Ez a szezon egy kicsit más, mint az eddigiek szoktak lenni. Hogy élik ezt meg? Nem olyan könnyen egyébként, így a maszk meg minden miatt, de én azt gondolom, hogy ez azért nem állít meg minket abba, hogy ne vegyünk részt a síszezonban.
aki tehát lendületet érez magába, és szeretné kipróbálni a síelést és a snowboardozást, ne habozzon. Amint láthatok, körülmények csodálatosak, és rendkívül sok a sportéletet segítő szolgáltatással várják a síelőket. Mielőtt viszont útnak indulnak, érdemes előre tájékozódni a SíArena honlapján vagy Facebook oldalán. Kalandra fel! Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!